Szia-szia! Ebben a videóban megmutatjuk azt, hogy melyik képet, melyik olajfestési technikával készítettük el, és hogyan tudsz te is haladni egészen a kezdőbb, egyszerűbb képektől az egészen bonyolult képek felé. Ez a kép az olajfestő oktatóanyagunknak az első képe. Ezen a képen keresztül mutatjuk be, hogy mi a különbség az olajfestés és az akrilfestés között. Ugyanezt a képet az oktatóanyagban megfestettük olajjal is és akrillal is, és akkor így fogod látni a különbséget. Ugye ezen a képen be tudod gyakorolni a felhőfestés, a vízfestés, ugye amikor ilyen sima víz, bokrok, rövid fű, hosszabb fű festésének a technikáját. Itt ennél a képnél csak lenolajat használtunk festőszerként. És ezt a képet ugye többféle stílusban, és minden képet el lehet készíteni többféle stílusban. Itt látod, hogy ez egy viszonylag ragyogóbb színek és nagy foltokkal vannak felépítve. És akkor mutatok egy olyat, ami kicsit részletesebben van ábrázolva, ez ízlés kérdése, hogy ki milyen stílusban fest. Ez egy talán egy picit realisztikusabb, jobban közel áll a valósághoz ennek a képnek a kinézete. Az oktatóanyagunkban a második kép, amit ajánlunk, hogy ebben a sorrendben haladj, ez egy csendélet festés. Ez is festés technikailag egy viszonylag egyszerű kép. Itt az alapnak sellakkal alá alapoztuk a képet, és nagyon minimális lenolajat kellett használnunk a kép megfestésénél. Itt ennél a képnél majd a száraz ecset technikát tudod jól begyakorolni. A harmadik képünk, ez a hullámzó tengernek a festése. Ugye itt milyen festési technikákat, milyen hogyan fest technikákat tudsz gyakorolni. Ugye itt is van egy távoli hegy, itt a perspektíva kialakításában van a kihívás, illetve lehet festeni egészen sima vizet, kicsit jobban hullámos vizet és egészen nagy hullámos tajtékzó vizet, illetve a sziklák megfestését lehet gyakorolni. Ennél a képnél a festőszer ez egy V-gél volt, ami vízbázisúvá teszi az olajfestéket, de hogyha nem akarod ezt a festőszert, a médium V-gélt kipróbálni, akkor ezt a képet is meg lehet festeni sima lenolaj hozzáadásával. A negyedik kép az még mindig tájképfestés. Itt is tudod gyakorolni a felhő, víz, távoli fák, közeli fák, közeli fű, távoli fű festésének a technikáját. Ez a kép a klasszikus olajfestés technikájával készült, amikor azaz egy sötét alapra visszük föl ezeket a zöld színeket. Ugye ez a sötét alap ad egy plusz mélységet a képnek, ez is lenolaj festőszer hozzáadásával készült. A tájképek után az emberi alakok következnek a tananyagban. Itt a képet akril aláfestéssel kezdtük el, és olajjal fejeztük be. Itt a festőszer, az művész festőszer volt, aminek az összetétele terpentillen, olaj és damárlak. Gyönyörű szép fényes színeket ad a damárlak a képnek. Ugyanakkor nem mindenki bírja ezt a festőszert, meg valakinek begyulladt tőle a szeme. Akkor végezetül egy portré, ez a hatodik képe a tananyagnak, és ezt a képet is a művész festőszerrel használtuk, ami a terpentillen olaj damárlakból áll, de itt nem festettünk alá akrillal, hanem elejétől végig olajfestéket használtunk.